A település polgármestere az idősek karácsonyi ünnepség kapcsán elmondta, hogy nem csak ilyenkor kell figyelni az idősebbekre, hanem a hétköznapokban is meg kell emlékezni róluk. Tóth Géza szerint mindig figyelni kell rájuk, hiszen ez a generáció az, aki felnevelte őket, akik szeretettel, törődéssel voltak irántuk. Idén kibővült a karácsonyi ünnepség kerek házassági évfordulók megünneplésével is. Így jött az ötlet, hogy akkor az 50, 55 vagy a 60 évet éppen betöltött házaspárokat szintén ennek az ünnepség keretében köszöntjük őket, és most boldogan mondhatom azt, hogy egy 60 éves házaspárt is köszönhetünk öreinkben. Az adventi időszakban az idősek ajándékcsomagot kapnak, de a lakosság is kap ilyenkor támogatást és segítséget. Több színes programmal is kedveskedtek az egybegyűlteknek. Kulturális programmal is készülünk, egy háromtagú zenekar fogja kísérni, Oswald Marika színművésznőt, és egy operett, szintén egy operett énekes urat is itt a köreinkben tudhatunk. Az esemény jó hangulatban telt el, az idősek mellett a legfiatalabbak is képviselték magukat egy színvonalas műsorral.